Isten tökéletes akaratában járni. Az Úristen bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtad beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy meghalljam őt, miként a tanítványok. Az Úristen megnyitotta fülemet, és én nem voltam engedetlen, hátat nem fordítottam. És az Úristen megsegít engem, ezért nem szégyenülök meg. Füleimet fölnyitottad, akkor azt mondtam, ímé, jövök, a könyvtekersben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Ímé, itt vagyok, hogy cselekedjem, ó Isten, a te akaratodat. Beteljesedtem Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és értelemben. Atyám, hiszem a szívemben, és kimondom a számmal, hogy a mai napon beteljesedett Isten akarata az életemben. Az Úrhoz méltón járok, az ő teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt termek, és növekszem az én Istenem megismerésében. Én Krisztus gondolkozásmódjának birtokosa vagyok. Krisztus értelme az enyém. A szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. Nem járok esztelenül, hanem megértem, mi az Úr akarata. Uram, indítsd fel a szívemet a te akaratod megcselekedésére. Mint Krisztus szolgája, az Istennek akaratját cselekszem szellemből. Növekedem, és hatalmasan megerősödöm a szellememben a Szent Szellem által, és tökéletesen megállok teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratában. Atyám, a te akaratod az, hogy a te ismeretedben fejlődjek, minél tisztábban és világosabban lássam a te elhívásodat és akaratodat az életemben. Megismerem Isten akaratát, és meglátom amaz igazat, az ő gyönyörűséges orcáját, és szót hallok az ő szájából. Uram, köszönöm, hogy munkálod bennem mind az akarást, mind a cselekvést a te jókedvedből. Ezért békesség hajlékában lakozom, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban.